A századvég legfrissebb kutatása szerint Vona Gábor megítélése borzalmas. A Jobbik elnökének támogatottsága mindössze 7%. Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogászt köszöntöm a stúdióban, vele elemezzük többek között ezeket az adatokat is. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! De mindezek előtt a napokon Simicska Lajos vállalkozó és cégje a Publimont igazgató tanácsi ülésen felszólította a cég vezetését, hogy adjanak át jó néhány, egyébként a piacon jól értékesítető plakát helyett a Jobbik Magyarország egy parlamenti pártnak, azzal a megkötéssel, hogy a párt később megtéríti ennek az ellenértékét. Az akció miatt ugye a Fidesz-KDNP feljelentést is tesz. Miért nem csinálhat a Simicska Lajos a plakát helyeivel, amit akar? Tehát ez bármilyen jogszabályba ütközik? Igen, tehát talán azt gondolom, hogy ez az újkori magyar történelem, legalábbis a rendszerváltást követő magyar történelem egyik legsajátosabb helyzete, hogy valóban egy pár teljes mértékben egy pénzügyi körnek, vagy egészen pontosan egy nagyvállalkozónak ki van szolgáltatva, oly mértékben gyakorlatilag a törvényeket is átlépve folytatja a kampányolást. Jelen esetben a pártörvény mondja ugyanis ki, hogy vagyoni jellegű hozzájárulást nem kaphat és nem fogadhat el jogi személytől vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezettől egy párt. Említett cég ebbe a körbe tartozik, és azt is kimondja a vonatkozó jogszabály, hogy szankciója van, amennyiben ilyet elfogad egy párt. Az állami számvevőszék megvizsgálja a helyzetet, be kell fizetni az államkasszába a felmerült tiltott finanszírozást, egyébként adók módjára behajtható, hogyha ezt nem teszik meg, illetve a normatív állami támogatásból is le kell vonni ezt, ennyivel csökken a párt központi költségvetésbe juttatott támogatása. Akkor is, hogyha az a felállás, amiről egyébként Simicska Lajos ezen a bizonyos igazgatósági ülésen beszélt, tehát hogy később téríti meg a párt ennek ellenértékét? Igen, tehát itt egy nagyon rövid polgárjogi kitekintő keretében elmondhatjuk, hogy van úgy, hogy egy szerződés színlelt. Ezt azt gondolom, hogy nem az én dolgom megítélni. Annyit tudok erről mondani, hogy van, hogy valamit mondjuk adásvételnek vagy kölcsönnek tüntetnek föl, de egyébként az ellenszolgáltatás, szolgáltatás, vagy az időbeliség, vagy bármi egyéb elem arra utal, vagy arra mutat, hogy ez valójában ajándékozás. Azon túlmenően, hogy ennek meglehetnek a büntetőjogi vonzatai, azt mindenképpen kijelenthetjük, hogy egy transzparens pártnál olyan nincs, hogy üzleti titok. Tehát itt én látok egy alapvető ellentmondást a párttörvény, illetve a Jobbik kommunikációja között. Mekkora összegről van itt szó, különös tekintettel arra, hogy ugye említette, hogy magából az állami támogatás összegéből is levonható, illetve hogy mondjuk adóvonzata is van ennek, tehát mennyi lehet a piaci ára ezeknek a plakáthelyeknek? Sajtóinformációk szerint 1 milliárd forintról van szó, és hogyha alkalmazzuk a párttörvényt, akkor ez 2 milliárdos veszteséget okozhatna a Jobbiknak. Természetesen itt az állami számvevőszék, illetve a vonatkozó hatóságok vannak döntési, illetve olyan helyzetben, hogy eljárást kezdeményezzenek. Világos, azt nem lehet tudni, ugye, hogy a Jobbik, mint párt megítélésén a Simicska Lajossal való együttműködés rontott-e, azt minden esetre, legalábbis elemzői konszenzus van a tekintetben, hogy a párt támogatottsága stagnál, vagy egy kicsit csökken hosszú ideje. A pártelnökök népszerűségéről viszont a századvég egy friss kutatásban számolt be, de először is röviden emblematikus személyek, vagy a legfontosabb személyek tekintetében mit mutatnak az adatok? A századvég legfrissebb közvéleménykutatása megvizsgálta, hogy a magyar emberek, a felnőttkorú népesség kit látna a legszívesebben a miniszterelnöki székben, illetve milyen támogatottsága van a jelenlegi listavezetőknek, azon belül is a komolyabban vehetőknek. Torony magasan a jelenlegi kormányfő Orbán Viktor vezet, gyakorlatilag minden második magyar ember őt szeretné, több mint 50%-os a támogatottsága. 17% ponton áll Botka László, és egy jelentős zuhanó repülés eredményeként 7%-on áll Vona Gábor. Ez tehát most jelenleg a sorrend. Mit jelent az, hogy zuhanó repülésben van? Tehát a sorrenden kívül ugye keveset mondanak el ezek az adatok, az előzmények ismerete nélkül, tehát hogy mennyit javította a pozíciója? Mennyit rontott, bocsánat? Igen, tehát gyakorlatilag 2014 óta folyamatosan csökken a támogatottsága Vona Gábornak, és azt is mondhatjuk, hogy ezzel párhuzamosan egy nagyon jól látható görbén nő az elutasítottsága az érintett pártvezérnek, most jelenleg 68% ponton áll. Körülbelül én, hogyha konkrétumokat kellene mondani, akkor
az jóval elutasítottabb tekintetben azt mondhatjuk Vona Gábor, mint a 14 vagy a 10-es állapot mutatta az ő elfogadottságát, és miniszterelnöki székben is jóval többen látták volna szívesen 14-ben, nyilván Orbán Viktorhoz képest még ez az arány is elenyésző, de most egészen mély ponton van, egészen rossz a megítélése Vonának jelen helyzetben. A Jobbikra szavazók körében tartja magát Vona Gábor népszerűsége? Ezt nagyon nehéz megítélni, mert még mindig sokan úgy gondolják, hogy a Jobbik visszatérhet a gyökereihez. Ugye egy bulvárlap információi a legutóbbi Jobbik ülésen találkozón elhangzottak alapján arra mutatnak, hogy még mindig megmaradt az az antiszemita, rasszista vonal a Jobbikban, amely teljesen ellentmond a mostani arculatnak, a mostani irányvonalnak, az, hogy a CEU-t támogatják, hogy a soros szervezetek mellett állnak ki, az, hogy elutasítják az alaptörvény nemzeti identitással és önvédelemmel kapcsolatos módosításait. Tehát azt mondhatjuk, hogy a szavazóbázis az még bizonytalan a Jobbikon belül is, vagy a Jobbik vonatkozásában, de például a pártelnök megítélésének romlása akár nyilván a leváltását is magával vonhatja, és ez is végső soron majd a szavazói körre kihatással lehet. Ugye a legutóbbi kötelező betelepítésről szóló népszavazás eredményéből kitűnik, hogy a kormányzó párt szimpatizánsain túl is sokan részt vettek a népszavazásban, és egyetértettek a jelenlegi hazai migrációs politikával. Feltétlenül köztük több Jobbik szimpatizáns is akad. Ugyanakkor tudjuk ugye, hogy a Jobbik az ezt megakadályozó, vagy ezt szolgáló alkotmánymódosítást nem támogatta a parlamentben. Na most tekintettel arra, hogyan is utalt rá, hogy a CEU és Soros György tekintetében is komoly változáson ment át a Jobbik álláspontja. Korábban ugye a külföldről pénzelt, Soros György által pénzelt civil szervezetek kapcsán átvilágítást szorgalmaztak, és ügynök szervezetekként szerették volna feltüntetni ezeket. Most ugye támogatták a CEU-t és a civil szervezeteket is. Elképzelhető, hogy a mostani nemzeti konzultáció kapcsán is konfliktus alakul ki, mondjuk a párt hivatalos álláspontja vagy vezetése és a szimpatizánsok között? Teljesen nyilvánvaló, hogy az a médiakör és az oligarha, amely most jelenleg futtatja, támogatja a Jobbikot, az a kormányzó párttal ellentétes retorikát szorgalmaz a Jobbik részéről. Tehát nem állhat bele a Jobbik a nemzeti konzultációs kérdések kapcsán abba, hogy támogassák a pártszimpatizánsok ezeket a kérdéseket olyan értelemben nyilvánvalóan, hogy az a trend, amely Soros György elutasítottságát mutatja, volt egy századvéges felmérés, hát torony magasan a magyar emberek elutasítják azt, hogy beavatkozzon a magyar belpolitikába. Nos, tehát ebbe a beszédmodorban nem állhat bele most a Jobbik, mert a támogatói kör és azok a médiumok, amelyek megszólaltatják leginkább a jobbikos elitet, azok nem értenek egyet, sem a nemzeti konzultációval, sem annak tartalmával, illetve üzenetével, márpedig ez egy további repedést okozhat a párton belül, hiszen abban a kérdésben, hogy mondjuk évi 1 millió migránst kell-e betelepíteni az Unióba, migránsonként 9 millió forintot kell adni a harmadik országbeli polgároknak, ebben szerintem a jobbikos szavazók jelentős része a kormány mellett áll, tehát hogyha egy olyan retorika üti fel a fejét a Jobbikon belül, hogy mi nem támogatjuk ezt, sőt, elbagatelizálják a Soros tervet, azt mondják, hogy ez nem létezik, holott egyébként ezek expressis verbis kirentette Soros, sőt, írásban is megtalálhatóak ezek a tervrészletek. Nos, ez valóban újabb negatív mélyrepüléshez adhat, hogy mondjam, muníciót a Jobbik tekintetében. Ugye Soros tervről a nemzeti konzultáció tekintetében, aki beszél a kormány, hogy ő az, aki gyakorlatilag az Európai Uniós migrációs politikát meghatározza, az ő tervegyvező pontjai alapján íródnak az uniós tervek vagy a bizottsági javaslatok. Azt mondta, hogy nagy az elutasítottsága itthon Soros Györgynek, de nem éppen ezért, hanem azért, mert nem szeretnék az emberek, hogyha beavatkozna a magyar belpolitikába. Miért beavatkozik? Mert hogy ugye az ellenzéki pártok részéről az is kérdés, hogy van egyáltalán migrációra vonatkozó Soros terv. Ez még inkább egy megfoghatatlan tényező vagy kategória, nem? Elvileg
a megállapítás, illetve a felvetés helytálló, de hogyha megnézzük a tényeket, egyrészt a század végnek az Unió 20, most még 28 tagállamában végzett legutóbbi felmérése arra mutat, hogy az Unió tagállamaiban is elutasítják a polgárok a külföldi pénzből finanszírozott bármiféle belpolitikai beavatkozást. Az is lényeges, hogy még mindig ott vannak azok a képviselők az Európai Parlamentben, akik a Nyílt Társadalom Intézet szoros támogatói, Soros György szoros szövetségesei. Az is természetesen tény, hogy a bizottság és a bizottság elnöke fogadta államfői fogadtatásban részesítette Soros Györgyöt, fiát és az érintett delegációt. Mai napig egyébként nem tudjuk a választ, Deutsch Tamás megkeresésére nem válaszolt a bizottság, hogy milyen körülmények között. És ha megnézzük Emmanuel Macron legfrissebb tervét, vagy éppen az Európai Bizottság mai javaslatát, abban egyértelműen ott van például az Európai Menekültügyi Ügynökség, vagy bármilyen más hasonló elnevezésű intézmény felállítása, ott van az afrikai országokból történő áttelepítés. Tehát Soros György terve igenis működik Brüsszelben, és működik a magállamokban is. Magát a Nemzeti Konzultáció Intézményét alkalmas módszernek tartja arra, hogy ilyen trendeket vagy folyamatokat megakadályozzon bele a magyar kormány, mert hogy ilyen közvetlen összefüggésbe hozták ugye a kormányzati kommunikációban, hogy a Nemzeti Konzultációval, illetve annak eredményével védenék meg az országot a Soros tervtől. Alkalmas ez az intézmény? A két választás, tehát két országgyűlési választás közé érdemben bevitte a kormányzat úgy a politikát, hogy az emberek a saját sorsukról egyébként meghatározó kérdésekben véleményt nyilváníthatnak. Ezért, akik magukat nagy demokratának vallják, és támadják ezt az intézményt, azok meghasonlanak, hiszen teljesen egyértelmű, hogy a véleménynyilvánítás, mint alapjog gyakorlása az egyes választási ciklusokban, illetve parlamenti ciklusok alatt, az mindenképpen egy demokratikus többletként értékelhető. Éppen ezért én a Nemzeti Konzultációt nem csak alkalmasnak tartom erre, hanem egy új, olyan új egyébként hungarikumként számon tartható intézménynek tekintem, amely kibővítette a magyar demokráciát, és lehetővé teszi a polgárok számára, hogy érdemben számukra fontos, húsba vágó kérdésekben elmondhassák a véleményüket, és a számok egyértelműek, mondjuk 1,8 millió ember, aki részt vesz a nemzeti konzultáción. De ha milliós nagyságrendben egyébként folyamatosan azt mondhatjuk, hogy részt vesznek és véleményt nyilvánítanak a magyar polgárok egy-egy kérdés csoportban vagy egy-egy kérdésben, az azt jelzi, hogy az intézmény sikeres. Ifjabb Lomnici Zoltán, köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm én is.